Watson doktor is feltűnt a megyei rangadón. Sherlock Holmes hűséges segítője végezte el a kezdőrugást a Spari Kisvárda elleni bajnokián. Már ez is elővezette az együttműködést, amely most jött létre a Móricz Zsigmond Színház és a Nyíregyháza Spartakusz között. Mindkét intézménynek jelentős a közönsége valamennyi korosztályból, illetve kiemelt helyet foglalnak el a város és a régió életében. A közös cél, hogy saját kommunikációs csatornáikon keresztül népszerűsítsék egymást, illetve erősítsék a közösséghez való tartozási élményét. A színháznak nem ez az első megállapodás a sportklubbal. Kölcsönösen jól járhat egy sportegyesület is, és egy színház is, hogyha megtalálja azokat a platformokat, reklám lehetőségeket, ahol egymást tudjuk erősíteni. Én tavalyi évben a sportcentrummal is aláírtam egy szerződést kosárlabda, illetve női röplabda csapat kapcsán, de készülőben van például a múzeummal is egy együttműködési megállapodás. A Nyíregyháza Spartakusz számára sem ez az első együttműködés, legutóbb például a Nyíregyházi Állatparkkal fűzték szorosabbra a kapcsolatukat. A sportegyesületnél egy 5 évre szóló új szakasz indult el nemrégiben, ennek részét képezik a hasonló megállapodások, melyekkel a város nevezetességeit és hírnevét szeretnék elvinni a sporton keresztül az ország más pontjaira. De a klub vezetés szeretné, ha a futballcsapat nem csupán egy sportközpontként működne, hanem a lakosság életében is fontos szerepet játszana, és a társadalom szerves, meghatározó részét képezni. Én abban hiszek, vagy mi abban hiszünk, hogy egy sportklub sokkal több, mint amit most gondolnak róla az emberek. Tehát biztos, hogy a városban, a megyében, vagy a futball régióban, amiben sem megyehatárok, sem országhatárok nem zavarnak minket, abban a Nyíregyháza Spartakusz az egy sportszakmai központtá váljon, de egy szellemi központtá is váljon. Tehát látható azokban az országban, amelyek nálunknál fejlettebb sportkultúrával bírnak, vagy főleg a futballban, hogy az a tudás, amely a futballban fölhalmozódik, az a társadalom egy év részein is használható, és nagyon könnyen tudnak bevonni a helyi tudásból. Nagyon sok német példát lehet mondani, de most már közép-kelet-európai példákat is, hogy egy-egy várost hogyan tud újraéleszteni a futball. A Spartakusz csapatkapitánya szerint motiváló számukra, hogy a város nem csupán a sportban képviselhetik, és nagy löketet adhat nekik, hogy mi hamarabb az élvonalban szerepeljenek ismét. Gondolom nélkülözhetetlen az, hogy a város is a csapat mögött álljon, akár kulturálisan, akár gondolok itt az állatparkra is, tehát olyan nevezetességei Nyíregyházának, amire büszkék lehetünk, és amik ösztönöznek majd minket is arra, hogy igazából a várost is képviseljük, nem csak ugye magát a csapatot. Az együttműködésnek köszönhetően a 2017-2018-as színházi évad előadásaira éves bérlettel rendelkezők részére 50%-os kedvezményt biztosít a Nyíregyháza Spartakusz a hazai mérkőzéseire szóló belépők árából.